A nyári kánikulában, vagyis a 37-38 Celsius fokos melegben, zsúfolt, árnyéktól mentes strandokon, szabad vizeknél fokozottan ki vagyunk téve a napszúrás veszélyeinek. A legjobb nyaralást, kirándulást vagy pihenést is beárnyékolhatja a hőséggel kapcsolatos rosszullét. De mit is jelent pontosan az, hogy valaki napszúrást kapott? A napszúrásnak vannak enyhe tünetei, émelygés, látászavar, bizonytalan járás, bizonytalan megállás, gravitációt is bele kell számítanunk azért, hogyha főleg napon állunk, a munkavégzést, hajlást, legugolást, egyebeket. De önmagában a napsütés, ami a fejünket, a hátunkat, a vállainkat, a nagyobb felületeket süti, ez mindenképpen azt jelenti, hogy elvonja a vért, amit az előbb említettem, megindul a bőrfelületnek az átmelegedése, és egy idő után az agynak a vérkeringése olyannyira lecsökken, hogy már nem vagyunk tudatunknál. A strandolás és a fesztiválozás során nem mindig törődünk a bőrünk védelmével, pedig az orvos-meteorológusok figyelmeztetése szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között ne menjünk a tűző napra, hiszen bőrünk kipirosodhat. Leégés ellen pedig megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával védjük a bőrünket. Túl erős napfénynél azonban bőrünk nem képes megfelelő mennyiségű pigmentet termelni, amely megvédeni a káros sugaraktól, így elkerülhetetlen a leégés, amelynek komoly következményei is lehetnek. Amikor azt szoktuk mondani, az ózonjuk nyitva van, akkor lehetőleg ne félcsupaszon, vagy akár csak egy rövid sorban napozzunk, hanem vegyünk magunkra könnyű szellős ruhát, tegyünk magunkra egy kalapot, árnyékoljuk a vállunkat, a fejünket. De természetesen, ha mégis úgy szeretnénk, hogy nem ebben az időben, nem a délelőtt 10-11 órától délután 3-4 óráig történik ez, hanem egyéb időben, akkor is nagyon hasznos, ha megfelelő védőkrémekkel újra és újra zsírozzuk a bőrünket. Fontos, hogy a nagy melegben testünket le tudjuk hűteni, amit úgy tudunk megtenni, hogy a forróságban elegendő folyadékot fogyasztunk. De hogyan kell helyesen inni? A langyos tea vagy a szobahőmérsékletű víz nem éppen az az innivaló, amire a melegben áhítozunk, azonban egy jégkockákkal teli üdítő sem tesz jót a nagy melegben, még jobban izzadunk tőle. Mindig ajánljuk a langyos, kicsit melegebb teát, vagy hogyha hideget szeretünk inni, akkor ásványvizet. Nagyon sokféle ásványvíz ma Magyarországon, mi vagyunk az ásványvizek királyországa, tehát nálunk vannak káliumban, nátriumban, magnéziumban dús ásványvizek. Az, hogy valaki melyiket szereti, az egy kicsit ízlés kérdése is. Ilyenkor inkább az a lényeges, hogy legyen nálunk, bárhova megyünk, egy kis üveg ásványvíz, hogy gyorsan tudjuk pótolni a veszteségünket, és a hűtés is megoldja. A hőguta és a leégés nem menő, tehát kalapra fel. A fejfedők reneszánszukat élik, és a nagy melegben nem csak kiegészítő, de életmentő is lehet, ha van mit a fejünkre tenni. Nagyon szeretek napozni, napimádó vagyok, fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon védekezzen a mostani nap ellen. Most már korán reggel én sem megyek ki a napra, csak késő délután. Használjam nagyon sokféle naptejet, és én szoktam használni még a napozás utáni balzsamokat is, ami a bőrnek nagyon sokat használ. Most már ez a hőség, ami időnként itt van, ez már nagyon sok tönkretesze az ember bőrét, a növényeket, szóval nagyon-nagyon felhívva a figyelmet arra, hogy vigyázzunk a napozással. Nekik ilyen 60 faktoros naptejük van igazából, viszont nagyon jó bőrük van, hamar barnulnak. Én nem úvom semmivel, mert én az Istennek nem barnulok le. Hogyan szoktátok felfrissíteni magatokat ebben a kánikulában? A gyerekek bírják a párakaput. Mindig olyan helyekre megyünk, ahol van párakapu, cukrászda, stb. Strandra hetente járunk körülbelül. Egyébként meg mindig van nálunk víz. A nagy meleg elleni védekezés során a legfontosabb a folyadékpótlás, a megfelelő lengeöltözet. A szakemberek véleménye szerint a 35-38 Celsius fokos hőségben árnyékos helyeken vagy légkondicionált helységekben pihenjenek, és kerüljék el a jó magyaros zsíros ételeket is. Ne feledjék, a megelőzés a legfontosabb. Figyeljenek magukra!